Az idei volt a 17. alkalom, hogy sor került a Csokai István emlékversenyre a Kovács Diese szervezésében. Az évenként megrendezésre kerülő megmérettetés fő célja, hogy emléket állítson az egykori nagy asztali teniszezőnek, Csokai Istvánnak, aki az 1950-es évektől foglalkozott Karcagon asztali tenisszel. A mai napon rekord nevezés érkezett a Csokai István emlékversenyre, hiszen 202 fő volt az, aki nevezett. Azt gondoltuk, soha nem érjük el ezt a hatalmas létszámot, de a ti segítségetekkel, a ti ellenlétetekkel sikerült ezt a kiváló eredményt. Én azt gondolom, hogy zömmel visszajáró vendégeink és sportársaink vannak, éppen ezért nem kell különösen méltatni Csokai Istvánt, aki a karcagi asztali tenisz nagy alakja volt az 1950-es évektől kezdődően, és igazán szép eredményeket ért el, eredményes versenyzőket neveltek Karcag városában. Mindemellett célja az is, hogy tovább népszerűsítse a sportágat. Látván az idei versenyre nevezők számát, ez működik is, hiszen rekordszámú versenyző, közel 200 fő indult el a megmérettetésen. A sportversenyen Szepesi Tibor polgármester, a verseny védnöke mondott megnyitó beszédet, aki a versenyre maga is benevezett, férfi páros kategóriában. Versenytársa Sági István, a Karcagi Tankerületi Központ igazgatója volt. Nagyon sok asztali teniszt versenyt szerveztünk az elmúlt években, évtizedekben, Diákolimpia országos döntőtől kezdve egészen a Csokai emlékversenyig, hiszen ahogy hallottuk is, 17. alkalommal kerül megrendezésre. Én örülök annak, hogy ilyen nagyon sokan eljöttek, elfogadták a szervezők meghívását, úgyhogy engedjék meg, hogy először is megköszönjem a Kovács Diese valamennyi tagjának, szervezőjének, önkéntesének, hogy ilyen szépen berendezték a sportcsarnokot, előkészültek arra, hogy egy nagyon színvonalas és szép verseny kerüljön a mai napon is megrendezésre, megtartásra. Én kívánom azt mindenkinek, hogy érje el azt az eredményt, amit szeretne és amelyet kitűzött magának, de a legfontosabb talán az, amelyet itt bemelegítés közben is volt szerencsém megtapasztalni és látni, hogy nagyon sok az ismerős, nagyon sok a barát, és egy olyan közösség jön létre mindig egy ilyen rendezvényen, ahol jó együtt lenni, jó barátkozni, jó beszélgetni, függetlenül attól, hogy milyen eredmények születnek, mert hogy együtt ebben a közösségben jó együtt sportolni és eltölteni az időt. Én kívánom, hogy még nagyon sokáig maradjon így ez a közösség, érezzük jól magunkat az ilyen és ehhez hasonló rendezvényeken, és nem akarom tovább húzni a szót, mert le fog merevedni mindenki, és mivel én magam is életemben először elindulok egy asztali tenisz versenyen, ezért nem szeretném, hogyha a bemelegítés kárba menne, úgyhogy jó versenyzést kívánok mindenkinek, hajrá Karcag! Mindazt Csornai Csaba szakosztály vezetőtől megtudtuk, az idei megmérettetésen is színvonalas és izgalmas meccsekre került sor. A verseny főbírája Gulyás Vince, a főbíró helyettese Katona Csaba volt. A közel 200 versenyzőből nők 2 korosztályban, míg férfiak 7 korosztályban vettek részt. A legfiatalabb résztvevő a 40-es, míg a legidősebb 80 feletti korosztályba tartozik. A szakosztály vezetőitől azt is megtudtuk, hogy a versenyszámok elsőtől harmadik helyezettjei éremdíjazásban, az első helyezettek külön díjazásban is részesültek.